Magyarország barcelonai főkonzulátusa kapcsolatban van a helyi rendőrséggel és a családdal a Majorkán eltűnt magyar turisták ügyében, közölte a külgazdasági és külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenésért felelős államtitkára vasárnap a Facebook oldalán. Mencer Tamás azt írta, az eltűntek keresése nagy erőkkel folyik, kollégái mindenben a család és a rendőrség rendelkezésére állnak. Egy majorkai helyi lap a hétvégén írt arról, hogy eltűnt magyar turisták után kutatnak nagy erőkkel a helyi hatóságok. Az újság információi szerint a sziget délkeleti részének egyik hoteléből jelentették, hogy két szálló vendégüket napok óta nem látták. Bár a helyi hatóságok hivatalosan nem erősítették meg az eltűntek személyazonosságát, a lap szerint egy magyar testvérpárról, egy 18 éves férfiről és egy 30 éves nőről van szó. Erre utal az is, hogy a magyar rendőrség honlapján eltűntként keresik Katalint és Mihályt, a friss média információi szerint a kisvádai rendőrkapitányságon október 25-én két külföldön tartózkodó hozzátartozója eltűnése miatt tett bejelentést egy helybéli nő. A bejelentés két nappal azután érkezett, hogy szemtanuk látták, amint a viharos időben egy óriási hullám a tengerbe sodor két embert. A személy leírások alapján a hatóságok nem tartják kizárhatónak, hogyan magyar turisták voltak azok. A Balár szigeteken és Katalóniában szerdán özönvízszerű esőzések voltak, ketten meghaltak, hat embert pedig azóta eltűntként tartanak nyilván. Köztük vannak a kisvárdai fiatalok is, akik kedden délelőtt érkeztek Majorkára, és pénteken indultak volna haza.